Föld napjához kapcsolódóan nagyszabású szemétszedés lesz a Kamara erdei úton és környékén. Köszöntöm a stúdióban, erről is fogunk többek között beszélgetni. Kik szervezik ezt a szemétszedést és kikkel? Kedves csókolom, üdvözlöm a nézőket! Ez 23-án, e hét 23-án kerül megrendezésre ez a szemétszedés. Ugye ez a Kamara erdei úton történik majd. A Föld napjához csatoltuk egy kicsit ezt az eseményt. A Föld napja ugye 22-e, ez egy pénteki nap, nagyon sokan dolgoznak, akkor nem biztos, hogy el tudnak jönni. Itt is lett egy pályázat beadva, ugye kamera és szemétszedésre a közösségi költségvetés gyanánt, és hát ez megint a Környezet és Közlekedési Bizottság társult. Azt hiszem, hogy egy emberként állunk, mint bizottság, a civilek mögött, hogyha ők is segítenek, és mi is segítjük őket. Éppen a helyszínről jövök, és ott Krieger Krisztina alelnök asszonnyal beszélgettünk, illetve a Városfejlesztő Kft. Nagy segítséget nyújt ebbe. Hát van mit szednünk, azt megnéztük. Remélem, hogy sokan eljönnek. Jó időt is mond a meteorológia. És hát azért is tettük, tulajdonképpen két oka volt, ahogy az előbb mondottam, volt ugye a Föld napja. És ugye üzembe lettek helyezve az ottani kamerák, amit ugye pályázat útján nyertek, és működnek. Tehát ugye az se egy utolsó cél. És ennek hatására úgy döntöttünk, hogy akkor ott megtisztítjuk ezt a területet, és akkor tiszta lappal lehet indulni. És remélem, hogy ha véletlenül valakinek olyan rossz gondolata van, hogy oda akár egy flakont is lerak, akkor a szankció utol éri. Ezzel kapcsolatban. Reggel 8-tól lehet menni szombaton, és lehet csatlakozni, hogy hol vannak a közérdekű információk ezzel kapcsolatban. A közérdekű információk azok Facebookon mennek, csináltunk rá egy ilyen eseményt, úgymond. Fönt van a budafogtétény.hu oldalon is, ott is rá lehet keresni, ott is egyből ugye oda vezet a szinte a Facebook oldalra, ami meg van osztva. És 8-tól lehet csatlakozni. Mi azt mondjuk, hogy ha csak egy-két órát tud valaki jönni, két-három zsák szemetet tud összeszedni, már az is nagy segítség. Aki egész nap tud maradni, annak meg nagyon örülünk, mert akkor végzünk avval a területtel is szinte egy nap alatt. A következő téma is a szeméttel kapcsolatos, ugye a lomtalanítás most zajlik Nagytéténben. Igen, hát Nagytéténben most már kaotikus állapotok vannak, de szerintem a nézők is, aki nagytétényi és arra jár nap, még nap, azt tudja. Ugye itt főleg a Barackos út és Diótörő utca sarkán, illetve most már ugye a temető parkolójában is nagymértékű hulladék van lerakva. Igazából ez a lomtalanítás ugye, ez jó is, meg nem is. Az biztos, hogy tavaly is az FKF ugye ezeket a nagymértékű hulladékokat elvitt és nagyon szépen összetakarított. Ez sajnos ez egy pár napig el kell viselnünk, hogy ott van ez a nagy szemétkupac, és éppen nem a kerületünk legszebb részét mutatja. Ami Nagytétényben én számomra most már évek óta figyelemmel kísérem, hogy ugye mint külső terület, vagy legalábbis ugye Budapest széle, ott nagyon sokan átjárnak ugye a környező agglomerációból is, és rakják le a szemetet. Ebben talán nem is lenne akkora baj, mert oda lerakja, elviszik, úgyis el fogják vinni. A legnagyobb baj az van, ugye, hogy amit szoktak szervezni, hogy most is lesz három gyűjtőpont, ugye a veszélyes hulladék gyűjtőpontja. Az egyik például ott lesz a Diótörő utca sarkán, ugye a másik a Nagytétényi úton, és harmadik ugye a Vihar utcánál. Na most erről a helyi lakosok szerintem 80%-a tudja, mi is oda szoktuk vinni családilag. De sajnos ezt nem tudják, akik az agglomerációból hozzák be a szemetet. Tehát az ott látszik, amikor az FKF összepakol, hogy nagy mértékű veszélyes hulladék marad. Utánuk természetesen azt is elszállítják, csak ott azért festék kiömölhet, higító kiömölhet, tehát ott azért megint a környezetvédelemmel egy kicsit ottan hadilábon állunk. De ezzel még sajnos nem tudunk mit tenni. Milyen egyéb ügyekkel foglalkozik még most Nagytétényben? Hát Nagytétényben, hála jó Istennek, megindult az élet, úgymond. Ugye van egy polgári körünk, aki nagyon színvonalas és jó rendezvényeket tart. Van ugye egy kohászpályánk, ahol úgy szintén rendezvények, illetve elindultak a foci meccsek, mert most már zöld el a fű, és engedélyt kaptak ugye bizonyos mérkőzések lejátszására. Ott is megindult az élet. Közben volt egy-két
járdafelújítás, amire a Fáy utcaiak nagyon örültek, mert elég nehezen lehetett megközelíteni a Fáy utca végétől a vasútállomást. Ott ezúton szeretnénk a lakókkal köszönetet mondani az önkormányzatnak, hogy pillanatok alatt megcsináltak egy olyan járdát, hogy babakocsival is lehet közlekedni. És hát tulajdonképpen, ami még, ugye most van előttünk a nyár tulajdonképpen, tehát indul az élet, zöldenek a fák, virágoznak, és lesz június 11-én, ami Nagytéténynek most már a 20. főzőversenye úgymond. Ez egy kicsit vicces, mert ilyen 19. de 20. jubileumi, mert ugye egy elmaradt sajnos a pandémia idő alatt. Ez június 11-én lesz, és igazából a kerületből mindenkit szeretettel várunk erre az eseményre. Ez Tétényben ott a Kastélyparknál a piac téren lesz, megrendezésre kerül, és 12 órától lehet, nem kell nevezni, tehát oda kell jönni, meg kell főzni. Szabadon választott ételek lesznek, tehát nincs alapanyaghoz kötve a dolog. És igazából mindig egy jó hangulatú főzőverseny szokott lenni. Lesz büfé, próbálunk szervezni a gyerekeknek egy kis sarkot, ahol el tudnak lenni. Remélem az idő is jó lesz, mert még azért ugye elég messze van ez az esemény. De hát reménykedünk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és ezt a jubileumi úgymond főzőversenyt tök jó meg tudjuk szervezni, és le tudjuk. Köszönjük szépen, akkor június 11-én lehet majd a főzőversenyre menni, de előtte, ami nagyon fontos, hogy érdemes csatlakozni az április 23-ai szombati szemétszedéshez. Köszönjük szépen. Igen, szeretettel várunk mindenkit, mindenhova, nagytétényiek, köszönöm szépen.